Éppen a Fonóban próbál a csapat, a nagy csapat, ami már 2 hét múlva, ha minden igaz, akkor Washington fele veszi az irányt, és a Smithsonian Fesztiválon fogja megmutatni ezen műsort, amit itt próbálunk nagyon nagy munkával. Az Egyesült Államok fővárosában 1967 óta rendezik meg a Smithsonian Folkrai Fesztivált. Ezt úgy kell elképzelni, mint Budapesten augusztus 20-án a mesterségek ünnepét, csak gigantikus méretekben, ugyanis több mint 2 kilométer hosszan a Kapitóliumtól a Washington emlékműig van egy hatalmas nagy füves térség, ami sétatér és múzeumok szegélyezik, és nyáron benépesül ez a Folkrai Fesztivál sátraival, építményeivel és látogatók millióival. Magyarország idén, 2013-ban kapott alkalmat arra, hogy díszvendég legyen ezen a rendezvényen, és bemutassa népművészeti örökségét, és azt is, hogy hogyan él mindez tovább a jelenben. Az, hogy egy ilyen rendezvényen ott tudunk lenni, az nem kis munka eredménye, és az is bizonyos, hogy ez a világ egyik legrangosabb, legnagyobb, méreteiben is legnagyobb kulturális fesztiválja. Június 26-án indul a program, és majdnem 2 héten keresztül tart. Lesz tánccsűr, lesz roma zenei program, a magyar zsidó klezmer hagyományokat is megismerik, a határon túli magyar népdal, népművészetek öröksége bemutatkozik. A néptáncos programokon belül mi is rendezünk, koreografálunk egy nagy gálaműsort, egy 1 órás gálaműsort, aminek az a cím, hogy a Magyar Falu. 11 pár fog menni Washingtonba, rengeteg zenész, hagyományőrző adatközlő van, akik még csatlakoznak a delegációhoz. Erre készülünk mi is nagyon komolyan, hogy a legjobbat tudjuk kihozni, és a legjobbakkal, tehát ez most egy nagyon jó csapattal megyünk kifelé. Amik benne lesznek a kismagyarországi táncokból, próbáltunk meg Dunántúról, Rába közből, olyan szokásokat megmutatunk, egy lakodalmat, egy lakodalmas házat, akkor lesz benne a pásztorkultúra, gazdag pásztorkultúránkból, botos táncok, cséphadarókkal, fiúk egy ilyen aratás előtti munkafolyamatokat mutatnak be táncosan szerkesztve, a lányok szedik a markot, tehát egy ilyen kicsit szerkesztett, de főképp a tánc és az ének és a zene dominál műsoron belül. Több mint 1,5 millió látogató fogja megtekinteni a programokat, eseményeket, mindazt, amit Magyarország nyújtani tud. 16 hektáron lesz a kiállításunk, és folynak majd a programjaink. Több mint 40 millió néző fog értesülni arról, hogy Magyarország Amerika fővárosában, szívében ott van